Tisztelt vendégeink! Az érkező egyetemi vezetőség bevonulásakor kérem, szíveskedjenek felállni. Köszönöm. A hymnust. Dear guests, please rise for the national anthem. Then I kindly request our English-speaking guests to put on their headphones. Liebe Gäste, bitte erheben Sie sich für die Nationalhymne. Danach bitten wir Sie, Ihre Kopfhörer aufzusetzen. Thank you.
Kérem, foglaljanak helyet. Megkérem dr. Merkeli Béla rektor urat az oklevél átadó ünnepség megnyitására és ünnepi beszédének megtartására. A Semmelweis Egyetem ünnepi nyilvános szenátusi ülését ezennel megnyitom. I hereby open the ceremonial meeting of the Senate of Semmelweis University. Hiermit eröffne ich die feierliche Senatssitzung der Semmelweis Universität. Tisztelettel köszöntöm Dr. Pavlik Lívia asszonyt, a Semmelweis Egyetem kancellárját. Feketéné Dr. Szabó Éva asszonyt, a Semmelweis Egyetem stratégiai és fejlesztési rektor helyettesét. Szabó Attila urat, a Semmelweis Egyetem klinikai rektor helyettesét. Herman Péter urat, a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettesét. Alpár Alán urat, a Semmelweis Egyetem nemzetközi képzésekért felelős rektor helyettesét. Gerber Gábor urat, a fogorvostudományi kar dékánját. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea asszonyt, a Pető András kar dékánját. Nyirádi Péter urat, az általános orvostudományi kar dékánját. Antal István urat, a gyógyszerésztudományi kar dékánját. Lám Judit asszonyt, az egészségügyi közszolgálati kar dékán helyettesét. Wingender István urat, az egészségtudományi kar dékán helyettesét. Benyó Zoltán urat, a doktori tanács elnökét. Német Orsoly asszonyt, a fogorvostudományi kar dékán helyettesét. Dobó Nagy Csaba urat, a fogorvostudományi kar dékán helyettesét. Német Zsolt urat, a fogorvostudományi kar dékán helyettesét. Liningel Mercedes asszonyt, a Magyar Orvosi Kamara fogorvosok területi szervezetének elnökét. Köszöntöm a kuratórium tagjait, emeritusainkat, emeritáinkat, egyetemünk oktatóit, a felavatandó jelölteket és minden kedves vendégünket. Tisztelt vezetőtársaim, kedves Semmelweis polgárok, tisztelt szülők és hozzátartozók, és mindenekelőtt kedves ifjú kollégáim. Aki fel akar törni az égbe, annak hinnie kell a saját csillagában. Jókai Mór, az egyik legnagyobb magyar író szavait ajánlom figyelmükbe ezen a különleges ünnepségen, amikor a fogorvostudományi kar frissen végzett hallgatói átvehetik diplomájukat. Jókai bölcsessége olyan útmutatás, amit önök már megértettek és valóra is váltottak. Hittek a saját csillagukban, a saját tehetségükben akkor, amikor elindultak egy úton. Az egyik legcsodálatosabb hivatást az orvostudományt választották. Amikor pedig a Semmelweis Egyetemre jelentkeztek, a lehető legjobb hely mellett döntöttek, ahol ezt elsajátíthatják. Akkor is hittek önmagukba, amikor nehézségeket kellett leküzdeniük. Ezekből nem volt hiány, hiszen korán sem egyszerű megfelelni egyetemünk által támasztott magas követelményeknek. A vizsgaidőszakoknál is nagyobb kihívást jelentett azonban a koronavírus járvány, de a Semmelweis polgárok összefogva közösen ezt a nehézséget is legyőzték. Sőt, egyenesen előreléptünk, mint a történelmi sorsfordulók során annyiszor. Ez az, amit Semmelweis-es helytállásnak nevezünk. Ehhez
az önök bátorságára is szükség volt, amit ezúton is köszönök. Mindezek bizonyítják Jókai szavainak igazságát. Ha megvan a kellő önbizalom, a kellő kitartás, akkor semmi sem állhat az utunkba. Ha kitűztünk magunk elé egy célt, és álhatatosan küzdtünk érte, törekvéseinket siker koronázza. Eszerint halad előre a céljai felé immár több mint 250 éves Semmelweis Egyetem, a hagyományokat tisztelő és a megújulás felé mindig nyitott fogorvostudományi kar, annak klinikái, és így haladtak előre önök is diplomájuk megszerzéséig. Ahogy most ennek a hosszú útnak a végén a célszallag átszakítása, azaz oklevelük átvétel előtti pillanatokban végigtekintek önökön, csillogó szemeket, örömet és boldogságot látok, ami rektorként különösen büszkévé tesz. Hiszen a Semmelweis Egyetem olyan, mint egy nagy család. Együtt éljük át a nehézségeket, de együtt ünnepeljük meg sikereinket is. Ennek a sikernek, ahogy a nem sokára átvett diplomájuknak is súlya van. A diplomát adó hagyományosan ünnepélyes külsőségei pedig arra szolgálnak, hogy ezt átérezzük. Kérem, adják át egy pillanatra ennek a csodálatos, semmihez sem hasonlítható érzésnek magukat. Mindazok az élmények, emlékek, amelyeket átéltek az egyetemi éveik alatt, most egy gomolygó kavalkádként jelennek meg képzeletükben. Idézzék fel azt a pillanatot, amikor megtudták, hogy Semmelweis-es hallgatók lesznek. Gondoljanak vissza a legelső Semmelweis-es emlékeikre, a gólyatáborra, az emlékezetes előadásokra, a végig tanult éjszakákra. Hányszor gondoltak reménykedve arra a pillanatra, amikor a hőn áhított diplomájukat a kezükben tarthatják. Most elérkezett ez a nap. Alaposan megdolgoztak érte, és most kijár önöknek a tiszteletadás, a gratuláció és az önfelett ünneplés. Ez a siker természetesen a Semmelweis Egyetem és a fogorvostudományi kar sikere is. A Times Higher Education 2024-es összesített világrangsorában a Semmelweis a világ legjobb 300 egyeteme között szerepel. A fogorvostudomány terén a Shanghai Ranking 2023-as szakterületi listája szintén a top 300-ba sorolja az egyetemet. Ezek a számok is mutatják, hogy a világ legjobb 1%-ába tartozunk. Célunk azért még ennél is ambiciózusabb, szeretnénk bekerülni a top 100-ba. Az itt zajló oktatás színvonalát, nemzetközi elismertségünket mi sem bizonyítja jobbra, hogy az egyetemünkön mind az angol, mind pedig a német nyelvű hallgatók létszáma jelentősen megnőtt az elmúlt években. Fogorvostan hallgatóink 35 országból érkeznek a világ minden tájáról. A fogorvostudományi kar sikere a magas szintű oktatásban és a folyamatosan fejlődő infrastruktúrában rejlik. Az elmúlt tanév során az oktatási centrumban elkezdődött a propedeutika tanszék bővítése és a fogászati és szájsebészeti oktatóintézet felújítása. A digitális oktatás egyre hangsúlyosabban van jelen a fogorvosok oktatásában. 2022-ben új szakként indult a digitális fogászati tervezés. A kurrikulum 2.0 bevezetésével pedig az eddig is gyakorlatorientált képzés a szemináriumok számának növelésével tovább erősödik majd. Nem csak a graduális, de a posztgraduális képzésben is vezető helyet foglal el a kar, a PhD képzésben résztvevő és fokozatot szerzett munkatársak száma is emelkedik. Egy szóval az egyetem történetéhez, hagyományaihoz és névadója Semmelweis Ignác örökségéhez méltó módon az egyetem mi kiválóság egyik fellegvára.
Szeretném külön kiemelni és megköszönni oktatóink munkáját. Az ő szakértelmük és elhivatottságuk tették lehetővé, hogy a legkiválóbbak közé tartozzanak. Biztos vagyok benne, hogy sokuknak életre szóló inspirációt és útmutatást nyújtottak. Tisztelt fiatal fogorvos kollégák! Ez az ünnepség szimbolikusan lezárja az egyetemi éveket. Ez a pillanat az önöké. Legyenek büszkék arra, amit elértek. Legyenek büszkék a diplomájukra, a Semmelweis Egyetem pecsétjére. A diplomán, amit hamarosan a kezükbe vehetnek, együtt olvasható a Semmelweis név és az önök neve. E kettő mától örökre összefor. Viseljék büszkén mindkettőt. Nagy kincs ez, hiszen kiváló ajánlólevél az itt megszerzett tudás birtokában önök bárkivel a világon felvehetik a versenyt. Nem csak a kiválóan képzett fogorvosok cégére, de a jövőbeli fejlődés ígérete is. Szerencsés helyzetben vannak, hiszen az a szakmai elkötelezettség és etosz, amit képzésük során elsajátítottak, elkíséri önöket egész pályájukon. A Semmelweis Egyetem követeiként pedig maguk is ennek a szellemiségnek lesznek terjesztői. Arra kérem önöket, vigyék jó hírét egyetemünknek, és tekintsenek intézményünkre úgy, mint otthonukra, amely mindig visszavárja önöket. Legyenek hálásak családjaiknak, rokonaiknak, barátaiknak, akik segítettek idáig eljutni, és elkísérték önöket a siker útján. Köszönjék meg nekik mindazt a támogatást, amit tőlük kaptak. Ahogyan a mi szakmánk csapatmunkára épül, úgy az önök sikere mögött is ott áll mindazok segítsége, akik hozzájárultak ehhez. Kívánom, hogy karrierjük során mindig találják meg a kívásokat és az örömöket, és legyenek büszkék arra, hogy egyetemünk hírnevét öregbítik. Legyenek kitartóak, higgyenek magukba, higgyenek továbbra is a saját csillagukban, és ahogy Jókai fogalmaz, törjenek föl az égbe. Érjék el minden kitűzött céljukat. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük, rektor úr! Felkérem Keskeny György Árpád, Wendy Evin és Paula Alexandra Sád fogorvos jelöltet, terjessze elő az avatás iránti kérelmet. Tisztelt szenátus! A Semmelweis Egyetem minket mindazokból a tudományokból, melynek ismerete a fogorvos doktoroktól megkívántatik, megvizsgált, és a doktori oklevél elnyerése érdemesnek ítélt. Tisztelettel kérjük ennél fogva fogorvos doktorra avatásunkat. Honored Senate of the University. Semmelweis University has examined us on the knowledge of all sciences required to become a doctor of dental medicine and have deemed us worthy of getting our diploma. Therefore, we humbly request that the title of Doctor of Dental Medicine be conferred upon us. Sehr geehrter Senat, die Semmelweis Universität hat uns in allen Wissenschaften geprüft, deren Kenntnis für Zahnärzte erforderlich ist und uns für würdig befunden, das Diplom zu erwerben. Daher bitten wir höflichst, uns den Titel Doktor der Zahnmedizin zu verleihen. Kedves jelöltek, mielőtt az Egyetem Szenátusa az önök kérését teljesítené, esküt kell tenniük arra, hogy hivatásukat minden szempontból méltóan fogják betölteni. Megkérem dr. Gerber Gábor egyetemi tanárt, a fogorvostudományi kar dékánját,
hogy az eskü szövegét olvassa fel. Kérem, szíveskedjenek felállni. Kérem a magyar fogorvos doktor jelölteket, hogy az eskü szövegét nevük említésével mondják utánam. Én esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével, visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlő figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom. De ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi működésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint a Semmelweis Egyetem jó hírnevét öregbítsem, és megbecsülését előmozdítsam. Isten engem úgy segéljen. The graduates of the English language program, please repeat the words of oath, mentioning their own names. I swear that my attitude will be worthy of the medical profession at all times. I will use the knowledge acquired in the field of medicine to prevent and cure diseases and to benefit the physical and mental well-being of my patients. I will not betray the confidence of those who turn to me, nor will I take advantage of their defenselessness, nor will I disclose their secrets. I will treat every person with equal care and attention. I will maintain the high quality of my knowledge and skills by continuous education, but will also acknowledge the limits of my knowledge and abilities. I will submit myself to the ethical requirements of my medical practice. I will strive to enhance the reputation and promote the esteem of the medical profession. And Semmelweis University. So help me God. Ich bitte die angehenden Zahnärzte und Zahnärztinnen des deutschsprachigen Studienganges, mir den folgenden Eid mit Hinzufügung ihres Namens nachzusprechen. Ich schwöre, mich stets gemäß meines ärztlichen Standes würdig zu verhalten. Mein medizinisches Wissen werde ich
zur Vorbeugung der Krankheiten, zum Wohle der Patienten und zur Heilung ihrer Krankheiten einsetzen. Nie werde ich das Vertrauen der mich befragenden Kranken und die Lage ausgeliefert zu sein missbrauchen. Die Schweigepflicht werde ich wahren. Mit der gleichen Aufmerksamkeit und Sorgfalt heile ich jeden Menschen. Mein erworbenes Wissen und meine praktischen Kenntnisse werde ich durch stetige Bildung auf hohem Stand halten. Werde aber auch die Grenzen meines Wissens und Fähigkeiten zur Kenntnis nehmen. Die ethischen Anforderungen in Verbindung mit meiner ärztlichen Tätigkeit werde ich in Ehren halten. Ich werde bemüht sein, das Ansehen der medizinischen Wissenschaften und das der Semmelweis-Universität zu wahren und ihnen zu weiterer Anerkennung zu verhelfen. So wahr mir Gott helfe. Kérem, foglaljanak helyet. Please put your headphones back on. Wir bitten Sie, Ihren Kopfhörer wieder aufzusetzen. Kérem dékán urat, hogy a jelölteket avassa fel. Én, Dr. Gerber Gábor, a Semmelweis Egyetem tanára és a Fogorvostudományi Kar dékánja, tisztennél fogva tanulmányaik és tudásuk elismeréseül önöket fogorvos doktorrá avatom, és felruházom mindazon jogokkal és kötelességekkel, melyek a fogorvos doktorokat Magyarország törvényei szerint megilletik. Én, Dr. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem tanára, a Semmelweis Egyetem rektora, valamint Dr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja, valamint Herman Péter, oktatási rektor helyettes, készek vagyunk önöket készfogásunkkal fogorvos doktorrá avatni. Kérem, a felavatandó fogorvos doktorokat járuljanak elénk, hogy fogorvos doktorrá avatásukat készfogásunkkal megerősítsük. Kérem, szólítsák egyenként a jelölteket. Albert Anita Henrietta. Antal Melinda. Babaj Victoria Beatrix. Balázs Rihárd. Balsaj Fanni Ráhel.
Bartal Eszter. Fogadom. Bárdos Beril Csenge. Bencsik Márton. Berecki Noémi. Bernát Barna Ottmár. Bíró Zsófia. Bognár Eszter. Borbás Levente. Színer Bence. Csonka Áron. Dora Emese Sarolta. Dr. Kuk Justin Márk. Dudás Dorka. Dücs Zsombor. Fabula Linda Zsófia.
Falus Ádám. Faragó Judit. Fábián Katalin. Galvács Adél. Geist Dorottya. Gombos Liza. Havel Patrik. Horváth Adrien. Horváth Emma. Horváth Máté. Huncsik Zsófia. Hurai Rebeka. Juhász András. Juhász Csenge Zsuzsanna. Kenyeres Babett. Keskeny György Árpád. Kili Elizabeth Tímea.
Király István Gábor. Kis Zsófia. Kis Ágoston. Kis Luca Blanka. Koch Attila. Kovács András Máté. Kovács Zsófia Sára. Bókai András. Köpencei Csenge. Köves Gréta Éva. Fogadás, doktor, elfogadom. Kőrösi Dániel Tamás. Krasznai Enikő Szilvia. Krisnamurti Artúr. Lehockiné Forgács Lili. Lengyel Rea Barbara. Major Adél.
Markó Katalin. Matolcsi Gergely Áron. Márton Péter. Mihalovics Kincső Klára. Minya Szafi. Názár Vivien. Novák Gábor. Olgyaj Gábor Dániel. Oskovics László. Palásti Eszter. Pálvölgyi Eszter Frida. Pelc Inez. Petővári Bíbor Anna. Pénzes Kinga. Polreis Marce.
Rekettje Alexandra Ramona. Réz Rebeka. Sárközi Kinga. Sárvári Anita. Semberi Péter. Simó Kinga Erzsébet. Simon Barbara. Simon Emese Héli. Szabó Csákovics Eszter. Szabó Dávid. Szappanos Márton András. Szente Újhelyi Szilvia. Szikszai Diana. Tamasi Dávid. Török Tamás Vendel. Urbán Martin. Thank you.
Varga Bettina Alexandra. Varga Karácson Anna. Vas Viktória. Viktora Dániel Flávio. Viktor Tibor. Vindis Dóra Orsolya. Zöld Béla Zsolt. Zsemberi Réka. Ádib Moradi Májar. Ahanin Mohamed Amin. Anvaripur Kimia. Baheri Borna. Bakhtiari Hale Parsa. Bárzáni Fateme. Brikné Leo Julien Giovanni Yoshiji. Daraushi Abed Al-Hafiz.
Dianati Samarin Mosen. Jam Torki Pega. Dordari Aysa. Dordai Dorsa. Ekteszad Maral. Eszkandárjon Zára. Fádai Vátán Kamjab. Gobadi Ali. Hadzsi Nazari Paniz. Haseki Zeynep. Herik Dizadzsi Dara. Hosseini Pur Sárazad. Hao Yu. Kárámi Kamjar. Kárimi Vajjargahi Reza. Kim Bonjun. Mehyar Ali Reza.
Mermino Stefan Lüik. Meskin Sziavás. Mirzai Mohamed Hossein. Moliki Alessandro. Moradi Salimi Kamjár. Mossadat Sayed Mohamed Parsa. Noah Natasha Elena Nicole Grace. Rashid Savoy Bolagi Zilán. Rashidi Bardia. Rezai Daniel. Rüdgári Ajda. Száderi Rárüdi Szanaz. Száfár Szejfi Rozsan. Samadajan Hasajar. Szárvarian Zára. Sipanga Tambelágo Viki. Fogadom, doktor, elfogadom. Fogadom, doktor, elfogadom. Kongratulációk. Suhan Alexander. Szümer Jarkin.
elfogadom, doktor, elfogadom, doktor, elfogadom, doktor, elfogadom. Talebzadeh Saherbabeki Kimia. Tavasszoli Marjam. It was an honor. Thank you very much. Tsai Tsuchi. Ton Yuja. Wendy Evin. Wu Jada. Zaltzman Eden. Jan Yifan. Joe Yiran. Zilberman Noya. Berlinger Elisa Maria. Burkhard Friedrich Wilhelm. Dahl Noemi Ragnar Hedwig. Geisthöfel Johannes Claudius. Haubold Katrin. Karbacher Aline Saskia. Kanina Sofia. Lütke Moritz Hans Arno. Pollmeier Anna Viktoria. Brückelmeier Michael.
Rapolder Sky Anne Kotterlin. Schad Paula Alexandra. Schmidt-Thieme Lina Karin Petra. Stankai Gwendolin. Kedves vendégeink, fogadják szeretettel a Semmelweis Egyetem medikus zenekar előadását. A zenekar évek óta rendszeres szereplője az egyetemi ünnepségeknek, többféle felállásban, kisebb kamarákban és önállóan is koncertezik. A mai napon egy vonós négyes darabot hallgathatunk meg Alföldi Nelli, Börcsöke Mese, László Ágnes és Pásztor Bendegúz előadásában. A következő darab Joseph Haydn G-dur vonós négyesének opusz 76, első számú vonós négyesének negyedik tétele. Fogadják szeretettel! Thank you.
Please put your headphones back on. Wir bitten Sie, Ihren Kopfhörer wieder aufzusetzen. Bejelentem, hogy a felavatott fogorvos doktorok nevében dr. Keskeny György Árpád, dr. Wendy Evin és dr. Paula Alexandra Schad kíván szólni. Tisztelt Szenátus, felavatásunkért és oklevelünk átadásáért kérem fogadják köszönetünket. Eskünkhöz híven arra fogunk törekedni, hogy a Semmelweis Egyetem becsületére és magunk tisztességére minden tehetségünkkel, tudásunkkal és erőnkkel szolgáljuk a tudományt és az egészségügyet, ezzel az embertársainkat és a hazát. Honored Senate of the University, please accept our gratitude for conferring the title of Doctor of Dentistry upon us. As we have just sworn, we will strive to serve science and healthcare, thus serving our homeland and people, with all our ability and might to be a credit to Semmelweis University and the medical profession. Sehr geehrter Senat, wir nehmen den uns verliehenen Zahnarzttitel dankend an. Unserem Eid entsprechend werden wir bemüht sein, der Wissenschaft, dem Gesundheitswesen und damit unserem Mitmenschen und unserem Land zu Ehren der Semmelweis-Universität
mit Anstand, mit all unserer Begabung, Kenntnis und Kraft zu dienen. Megkérem rektor urat, köszöntse az újonnan felavatott fogorvos doktorokat. Kedves fiatal fogorvos doktorok, önöket most felruháztuk mindazon jogokkal és kötelességekkel, amelyek a törvény erejénél fogva a fogorvos doktorokat megilletik. Kérem, esküjükhöz híven fogorvosi tevékenységükkel szolgálják betegembertársai gyógyulását, teljesítsék az önökre váró feladatokat. Törekedjenek hivatásuk hibátlan művelésére, ismereteik állandó gyarapítására, legyenek hazánk gondolkodó polgárai. Őszintén kívánom, hogy mindaz, amit itt ünnepélyesen megfogadtak, életükben a legteljesebb valóságá váljék. Munkájukhoz az egyetem szenátusa és a magam nevében sok sikert és jó egészséget kívánok. Köszönjük szépen, rektor úr! Felkérem dr. Gerber Gábor dékán urat ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt rektor úr, tisztelt egyetemi vezetők, kedves családtagok, vendégek, és mindenek előtt kedves fiatal, frissen avatott fogorvos kollégák! Ma egy jelentőség teljes napra gyűltünk itt össze, egy olyan napra, amely egy hosszú és kihívásokkal teli út végét, ugyanakkor egy új, izgalmas szakasz kezdetét jelenti. Egy napra, amikor megünnepeljük az önök elkötelezettségét, kitartását és fáradhatatlan munkáját, amelynek eredményeként ma átvehették fogorvos doktori diplomájukat. Oscar Wilde szavaival élve, a végén minden jóra fordul majd, ha még nem jó, akkor még nincs vége. Ez a bölcsesség most különösen aktuális. Az egyetemi évek során bizonyára voltak nehéz pillanatok, kétségek és akadályok. De önök itt vannak, és ez a diploma a bizonyíték arra, hogy sosem adták fel. Hogy hittek magukban, és abban, hogy a végén minden jóra fordul. Tanártársaim nevében is őszintén gratulálok ehhez. Nem mondhatjuk, hogy egyetemi éveik a megszokott úton gördültek, úgy, mint órákra járás, otthoni tanulás, bulizás. Hiszen már a második fél évükben berobbant a pandémia, és pillanatok alatt új oktatási és tanulási stratégiát kellett bevezetni, elsajátítani, amelyről nem volt korábbi tapasztalatunk sem oktatókként, sem hallgatókként. Mondhatom, sikeresek voltunk ebben is, és csupán egy rövid időre kellett a gyakorlatokat távoktatásban végezni. A jelenléti oktatás a fogorvosképzésben különösen fontos, hiszen a hallgatók csak a gyakorlatok során elnyert megfelelő tapasztalatok birtokában végezhetnek majd a diploma átvétele után önálló betegellátást. Önökkel indult 2019-ben a ma már kurikulumreform 1.0-ként emlegetett program alapján megújult képzésünk, és idén végzésük évében fogadta el a szenátus kurikulumreform 2.0-ként ennek továbbfejlesztését, mely többek között az önök és hallgatótársaik visszajelzése alapján készült. Az előadások jelentős részében a szemináriumok lettek, azaz kis csoportos tanítás váltotta fel, és a modern digitális technikák oktatása még inkább a középpontba került. A nemzetközi felsőoktatási rangsorokban elfoglalt helyünk alapján is mondhatjuk, hogy jó úton haladunk. Mint azt rektor úr is említette, az Academic Ranking of World University rangsort is megjelenítő Shanghai Ranking szakterületi listáin fogorvostudományi képzésünk a világ 300 legjobb felsőoktatási intézménye között az élmezőnyben helyezkedik el. Karunk az egyetlen, mely ezt az elismerést kiérdemelte a magyarországi képzőhelyek közül. Büszkék lehetünk erre az eredményre, mely kiváló kollégáink lelkes és elkötelezett munkájának gyümölcse.
Remélhetőleg önök közül fognak kikerülni azok, akik még magasabb szintre emelik karunkat a rangsorokban is. Az ókori görög felirat a delfai jósda kövein így szól, Notisea úton, azaz, ismerd meg önmagad. Remélem, hogy egyetemi éveik során ebben is előre tudtak lépni, és ezen keresztül nem csak értelmi, de érzelmi intelligenciájukat is fejlesztették. Ez egy életre szóló feladat, és nekünk orvosoknak különösen fontos, hiszen a primum nil nocere, azaz első, hogy ne árts, alapvető orvosi intelemnek csak akkor tudunk megfelelni, ha betegeink érzelmi szükségleteire is figyelemmel vagyunk. Helen Keller szavaival élve, a legjobb és legszebb dolgok a világon nem láthatók, sőt, nem is megérinthetők. A szívünkkel kell éreznünk őket. Ez a gondolat különösen igaz az orvoslásra, fogorvoslásra. A szakmai tudás és a kézügyesség mellett az empátia, a törődés és a betegekkel való őszinte kapcsolat az, ami igazán különlegessé teszi munkánkat. Ezek azok az értékek, amelyeket nem lehet diplomával mérni, de amelyek mégis a legnagyobb hatást gyakorolják a betegekre és a közösségekre. A fogorvostudományi karunkon tanuló több mint 1000 hallgató a világ 37 országából érkezett. Nem meglepő, hogy a Semmelweis diploma, amit most kézhez kaptak, sok országban nagy elismerésnek örvend. Mert azt tanúsítja, hogy tulajdonosa jól felkészült arra, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás szerint kezelje pácienseit. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden fogászati beavatkozást már önállóan, teljes biztonsággal el tudnak végezni. Tudatában kell lenniük szakmai képességeik határainak is. Fontos hangsúlyozni a rezidens képzés, a szakorvosi felügyelet melletti tanulás, munkavégzés szükségességét. A biztos diagnosztika és az összetettebb kezelések elsajátításához, biztonságos elvégzéséhez. Kedves ifjú fogorvos doktorok! Hivatásunk gyakorlásához életposztig tartó tanulásra van szükség, és nyitott, alázatos hozzáállásra a tudomány és a tapasztalat tényei felé. Csak ez tehet képessé arra, hogy a gyógyító munkánkat valóban a betegeink javára tudjuk végezni. Emlékezzenek Konfúcius szavaira, az igazi tudás az, amikor az ember ismeri tudatlansága mértékét. Minden évben ősszel köszöntjük az 50, 60, 65, 70 évvel ezelőtt végzett fogorvos kollégákat a maihoz hasonló ünnepi szenátus ürés keretében. Felemelő érmény találkozni és köszönteni őket, akik ma is hálás szeretettel fordulnak alma máterük felé. Ők és az őket követő generációk azok, akik karunk elismertségét nem csak hazánkban, de nemzetközi szinten is kivívták, a betegellátásban és kutatásban egyaránt. A mai naptól, mint Semmelweis Egyetemünk alumniai, önök is egyetemünk nagykövetei lesznek szerte a világban. Ezért elvárjuk önöktől, hogy az orvostudomány és a Semmelweis Egyetem jó hírnevét öregbítsék és megbecsülését előmozdítsák, ahogy ezt esküjükben fogadták néhány perccel ezelőtt. Biztosítom önöket, hogy egyetemünk továbbra is nyitott lesz önök előtt, és minden támogatást megad, hogy ebben is sikeresek legyenek. Dékánként az oktatók nevében is szeretnék köszönetet mondani a családtagoknak, barátoknak, hogy sok mindent elviselő társként támogatták önöket ezen az úton. A diploma, melyet ma átvettek, nem csupán egy oklevél. Ez a tudás a szakmai tapasztalat és a személyes fejlődés szimbóluma. Ez a kulcs, amely megnyitja önök előtt a fogorvosi pálya kapuit. Ahogy Pablo Picasso mondta,
Az életünk értelme, hogy megtaláljuk ajándékainkat. Célja pedig, hogy továbbadjuk azokat. Ez a gondolat különösen igaz szakmánkban. Önöknek megadatott az a különleges képesség és hivatás, hogy segítsenek másokon, hogy enyhítsék a fájdalmat, hogy visszaadják az emberek mosolyát, önbizalmát. Ez egy igazi ajándék, amelyet mostantól kamatoztathatnak munkájuk során. Ahogy a művész alkotásaival gazdagítja a világot, úgy önök is szebbé tehetik, és egészségesebbé a környezetüket, a szakértelmükkel és odaadásukkal. Kívánom, hogy mindezt örömmel tegyék, hiszen csak így lehetnek igazán sikeresek. Isten áldja önöket! Köszönjük szépen, dékán úr! A magyar évfolyamon végzett fogorvosok nevében dr. Keskeny György Árpád kívánt szólni. Tisztelt rektor úr, tisztelt kancellár asszony, tisztelt szenátus, tisztelt egyetemi vezetőség, kedves vendégek és diplomázó hallgatók. It always seems impossible until it's done. Nelson Mandela fogalmazott így egyszer, minden lehetetlennek tűnik egészen addig, amíg el nem érjük. A Semmelweis Egyetem fogorvostudományi karának 2024-es végzős hallgatóiként hatalmas utat tettünk meg együtt. Az elmúlt években számtalan kihívással, nehézségekkel néztünk szembe, de mindig kitartottunk, és soha nem adtuk fel. Akkor sem, amikor talán valóban lehetetlennek, elképzelhetetlennek tűnt az, hogy egyszer itt álljunk a családaink és barátaink körében, és izgalommal várjuk a diplomáink átvételét. Egy különleges utazás végéhez érkeztünk, amely kemény évek munkájával, álmatlan éjszakákkal és rengeteg tanulással telt. A mai diplomaosztó ünnepség nem csupán egy esemény, hanem életünk egyik legfontosabb mérföldköve, amelyet közösen értünk el. Emlékszem, amikor először léptem be az egyetem kapuján, tele voltam izgalommal és bizonytalansággal. Az első anatómia vizsga rémisztő kihívásként állt előttünk, a fogorvosi székben ülő első paciensünk pedig az egyik legnagyobb próbatételt jelentette. Mindannyian már akkor éreztük a felelősséget, amilyen hivatással jár, és azt a mélységes elhivatottságot, hogy mások életét jobbá tegyük. Az évek során számtalan tudást és tapasztalatot szereztünk. Megtanultuk, hogyan bánjunk a legkorszerűbb fogorvosi eszközökkel, hogyan kezeljük a legkomplexebb eseteket, és talán a legfontosabb, hogy hogyan nyújtsunk empátiát és megértést pácienseinknek. Az előadások, a gyakorlati órák és a klinikai gyakorlat mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt állhatunk, készen arra, hogy a világ elé lépjünk, mint fogorvosok. De ezen az úton soha nem voltunk egyedül. Köszönet illeti oktatóinkat és mentorainkat, akik soha nem múló türelemmel és elhivatottsággal vezettek bennünket ezen az úton. Ők nem csak tudást adtak át nekünk, hanem példaképként is szolgáltak. Köszönjük családjainknak és barátainknak is, akik mindvégig támogattak és hittek bennünk még akkor is, amikor mi magunk kételkedtünk. Az ő szeretetük és támogatásuk nélkül ma nem lehetnénk itt. Végzős társaim, mindannyian tudjuk, hogy a fogorvoslás nem csupán egy szakma, hanem egy hivatás. Sokszor hallhattuk, hogy nem fogászok, hanem fogorvosok leszünk. Nem csak a fogat, hanem az egész szervezetet kell vizsgálnunk és gyógyítanunk. Hiszem, a fog végén ott van az ember. Az elkövetkező években számtalan kihívással kell majd szembenéznünk, de biztos vagyok abban, hogy mindannyian készen állunk ezekre a kihívásokra.
a megszerzett tudásunk és tapasztalataink és a szívünk mélyén lévő elhivatottság mind-mind segíteni fognak minket abban, hogy kiváló fogorvosok legyünk. Ma egy új fejezet kezdődik az életünkben. Büszkén tekinthetünk vissza az eddig megtett útra, és izgatottan nézhetünk a jövő elé. Legyen az utunk bármilyen, mindig emlékezzünk arra, hogy miért választottuk a Semmelweis Egyetemet és ezt a hivatást. Hogy mosolyt varázsoljunk mások arcára, hogy enyhítsük a fájdalmat, és hogy jobbá tegyük a páciensünk életét. Gratulálok minden diplomázónak! Sok sikert és boldogságot kívánunk mindannyiunknak a jövőjében. Köszönjük, hogy itt lehettünk, köszönjük a lehetőséget, hogy tanulhattunk és fejlődhettünk. Büszkék vagyunk arra, hogy a Semmelweis Egyetem polgárai és immár végzősei lehettünk. Hajrá Fok, hajrá Semmelweis Egyetem! Köszönjük szépen! Az angol évfolyamon végzett fogorvosok nevében dr. Wendy Evin kívánt szólni. Ladies and gentlemen, esteemed faculty, distinguished guests, and fellow graduates. It is an immense honor to stand before you today as the valedictorian of the 2024 English Dentistry Program at Semmelweis University. I want to extend my heartfelt gratitude to all of you who have traveled from near and far to be here with us today. This beautiful graduation ceremony could have never been possible without the help of so many people. To the honorable group of clinical adjudicators, mentors, administrators, and friends, particularly those who have demonstrated exceptional dedication to enhancing our clinical expertise and supporting us as international students far away from home, I express my profound gratitude to you. Your steadfast commitment, tireless efforts, and boundless generosity have guided us through the past 5 years with grace and excellence. Thank you for your invaluable contributions to our education and our personal growth. As we gather here today, it's impossible not to reflect on the incredible journey that began for us here back in 2019. We arrived with dreams in our hearts and excitement in our eyes and fear in our heads as we tried desperately to memorize all of the micro and macro anatomy topics for our exams, without a clue that a global pandemic was about to reshape our world as we know it. It changed the trajectory of our education, presented challenges that none of us could have anticipated. Our classrooms became virtual, our interactions were reduced to pixels on a screen, and our clinical training faced unprecedented disruptions. However, thanks to the dedicated efforts of the university staff, we successfully completed our clinicals on time. The enriched experience provided by the abundance in patient treatment opportunities here at Semmelweis University is unparalleled. For 5 semesters, we engaged in near daily clinicals, exposing us to a diverse array of treatment plans and patients who entrusted us with delivering the highest standard of dental care. These experiences guided us through rigorous clinicals, while we tried to also master the very intricate concepts of Fabian and Ferdi in prosthodontics. and also navigate the complexities of communicating with our patients in Hungarian, one of the most challenging languages in the world. We found mentors in our professors and confidants in our classmates, love you guys, leaning on each other for support and drawing from our shared experiences. This allowed us to forge bonds that will last a lifetime. A magyar nyelv a negyedik legnehezében tanulható nyelv. Honnan tudom ezt? Mert az elmúlt 5 évben fáradhatatlanul próbáltam magyarul beszélni a betegeimmel, hogy itt állok a diplomaosztomon, csak ezt a bemagolt bekezdést tudom mondani. És mi a panasza? És fáj a foga? Köszönöm.
Én mindent megpróbáltam, és szerintem egész jól sikerült, tekintve, hogy, hogy az egyik páciensem szintén itt ül a vendégek között. Szia, Andi! As we stand on the threshold of our future careers as dentists, we must carry forward the invaluable lessons that we have learned. We are now licensed healthcare providers, entrusted with the immense responsibility of caring for our patients. This responsibility is not merely a professional duty, but a profound ethical commitment. We must honor our Hippocratic Oath and ensure that our patients' health and well-being will always be our top priority. As guardians of oral health, we are entrusted with not only treating dental issues, but also preventing them, educating our patients, and advocating for their overall health. It is our duty to apply these attributes diligently in our practice and to uphold the trust placed in us by our patients and the larger community. To my fellow graduates, as we embark on this new chapter, I wish each one of you the utmost success in your future endeavors. May you find fulfillment in your careers and joy in your personal lives. And I lost where I was. Sorry. And the courage to face whatever challenges may come your way. Thank you for entrusting me with the roles of student representative over the past 5 years and head of student dentistry affairs over this past year, despite how annoying you guys are and you don't read the group chats. It has been my honor and privilege to represent and advocate for our lovely little international community. So allow me to leave you with some words of wisdom. Be resilient. As proud graduates of Semmelweis University, we have uncovered the true essence of resilience. For example, I began my dentistry journey at the age of 26, after completing previous degrees, because I never wavered in my dreams. So be resilient. When a reckless driver ran a red light and hit our car back in 2021, it left me with lifelong injuries that will ultimately shorten my career as a dentist. And that was the most difficult reality that I had to accept. I questioned whether it was even worth continuing my studies. I contemplated going home back to Canada. These injuries would ultimately prevent me from practicing dentistry for as long as I had envisioned. However, I chose to be resilient. I didn't give up. With the support of my friends, family, and healthcare providers here in Budapest, I persevered through chronic back pain and a serious brain injury that took over 3 years to recover from. I forged onward, tearing down any obstacle in my path, ever determined to make my family proud. To be the first doctor in my family, to be Dr. Aveen Wendy, DMD, Doctor of Medical Dentistry. I am here because I chose to be resilient, and so are you. So I urge you to embrace resilience throughout your lifetime, and whether that's as a role model for your future children, or whether confronting challenges in your future dental practice. Resilience is not merely a quality, but it's a guiding principle that will sustain us through the inevitable trials that we will encounter. Záráskén szeretném kifejezni mélységes hallámat a dékánünknak, Gerber Gábor professzor úrnak, valamint csodálatos klinikai oktatóinknak és professzorainknak. Köszönjük szépen, hogy irányítottak, inspiráltak minket, és olyan szakemberekké formáltak minket, amilyen ma vagyunk. To my mother, Nasreen Maulud, who's probably crying in the crowd, your belief in me has been my foundation, and your presence here today is a testament to the boundless love and dedication that have carried me through this difficult journey. To our families and friends, you have shown us both in action and words what it means to live authentically through unwavering compassion, encouragement, and love. We would not be here without you today, and for that we are eternally grateful. And to my fellow graduates, congratulations. We did it. We're officially dentists. Thank you. Ishke sunim seifen. Thank you. A német nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi fogorvos doktorok nevében Dr. Sky Anne Katalin Rapolda és Dr. Paula Alexandra Schad kíván szólni. Steve
Jobs sagte einmal, die einzige Möglichkeit, großartige Arbeit zu leisten, ist zu lieben, was man tut. Sehr geehrter Herr Rektor Professor Dr. Merkeli, sehr geehrter Herr Dekan Professor Dr. Gerber, sehr geehrte Professoren und Dozenten, liebe Gäste, liebe Absolventinnen und Absolventen. Wir sind heute hier, um einen wichtigen Meilenstein in unserem Leben gemeinsam zu feiern. Wir blicken auf 5 Jahre eines intensiven Studiums zurück. Jahre, die geprägt waren von langen Tagen und Nächten. Wir erinnern uns an die Herausforderungen, wie das Erlernen der über 60 Hand- und Fußmuskeln, die manche von uns an den Rand der Verzweiflung brachten, oder das wiederholte Durchgehen der Wirkstoffgruppe der Antiarrhythmetika, die unser eigenes Herz aus dem Takt geraten ließen. Doch in dieser Zeit haben wir nicht nur Wissen und Fähigkeiten erworben, sondern auch eine Leidenschaft für die Zahnmedizin entwickelt. Diese Leidenschaft ist es, die uns dazu gebracht hat, spätabends noch einmal die Bücher aufzuschlagen, uns gegenseitig ratlos anzurufen und uns zu unterstützen. So anstrengend das Studium auch war, es hat auch seine wundervollen Momente. Diese Herausforderungen haben uns gelehrt, dass der Erfolg umso wertvoller ist, wenn man ihn hart erarbeitet hat. Genau das hat uns zusammengeschweißt. Budapest wurde für viele von uns zu einem zweiten Zuhause und die Freunde hier zu einer zweiten Familie. Gemeinsam haben wir uns nicht nur den Anforderungen der Vorklinik und Klinik gestellt, sondern auch dem Leben in der Großstadt, dem Erlernen einer neuen Sprache und der Entdeckung einer einzigartigen ungarischen Kultur. Uns ist die Chance zuteil geworden, an einer der besten und renommiertesten Universitäten der Welt studieren zu dürfen. An dieser Stelle gebührt unser tiefster Dank unseren Professoren und Dozenten, die Wegweiser auf unserer Reise durch das Zahnmedizinstudium waren. Mit ihrem Engagement haben sie uns nicht nur ihr fachliches Wissen vermittelt, sondern auch ihre wertvollen Erfahrungen mit uns geteilt. Sie haben uns nicht nur gelehrt, sondern auch inspiriert, uns ermutigt, an unsere Grenzen zu gehen und unser Potenzial voll auszuschöpfen. Ihre Unterstützung war von unschätzbarem Wert und hat uns geholfen, auch in den anspruchsvollsten Momenten einen kühlen Kopf zu bewahren. Auch unseren Familien und Freunden möchten wir unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Sie waren unser Fels in der Brandung, unsere größten Unterstützer und diejenigen, die uns stets den Rücken gestärkt haben, wenn wir es am dringendsten benötigten. Mit bedingungsloser Liebe, Geduld und Verständnis haben sie uns durch Höhen und Tiefen begleitet, uns ermutigt und aufgemuntert. Ihre Hingabe hat uns geholfen, unseren Weg zu gehen und unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Ihnen gebührt ebenfalls unser tiefster Dank für Ihre Unterstützung. Steve Jobs hat uns da erinnert, dass großartige Arbeit nur dann möglich ist, wenn wir lieben, was wir tun. Für uns als angehende Zahnärztinnen und Zahnärzte bedeutet es, eine tiefgehende Verpflichtung gegenüber unseren Patienten zu empfinden. Es bedeutet, jedes Lächeln, das wir zurückbringen, als einen Triumph zu sehen. Es bedeutet, die Schmerzen anderer zu lindern und ihnen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Diese Liebe zu unserem Beruf wird unser Antrieb sein, selbst in den schwierigsten Augenblicken weiterzumachen. Und genau diese Leidenschaft ist es, die uns zu großartigen Zahnärzten machen wird. Sie wird uns helfen, in einem sich ständig weiterentwickelnden Feld innovativ und flexibel zu bleiben. Sie wird uns dazu bringen, uns kontinuierlich weiterzubilden und nach neuen, besseren Behandlungsmethoden zu suchen. Der heutige Tag steht nicht für das Ende unserer Reise, sondern für den Anfang eines neuen Kapitels. Vor uns liegen unzählige Pfade und Möglichkeiten, unser Leben so zu formen, wie wir es uns vorgestellt und erträumt haben. Ob in einer von uns gewählten Fachrichtung, an einem bestimmten Ort auf dieser Welt oder in einem ganz anderen Lebensbereich. Doch sollten wir niemals vergessen, dass die größten Abenteuer oft genau dort beginnen, wo wir uns am unsichersten fühlen. Die Semmelweis-Universität hat uns das Wissen und die Fähigkeiten an die Hand gegeben, den Weg, der vor uns liegt, mit Erfolg zu bestreiten. Bleibt also neugierig und lasst eure Träume euren Weg bestimmen. Herzlichen Glückwunsch an alle Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 2024. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Az avatási ünnepség következő pontjaként a Fogorvostudományi Kar dr. Balogh Károly emlékérem és jutalomdíj és a dr. Máté Gyula díj elismerő oklevelének átadására kerül sor. Felkérem dékán urat az oklevelek átadására.
Kérem a hallgatókat, hogy nevük elhangzásakor fáradjanak ki. A dr. Balogh Károly egyetemi tanárról, a fogorvostudományi kar alapítójáról és első dékánjáról elnevezett díjat azon hallgatók kaphatják, akik kiváló tanulmányi eredményük mellett kiemelkedő tudományos munkát végeztek. Idén a kari tanács döntése alapján a díjat dr. Antal Melinda kapja. Kérem a díjazottat, vegye át a díjat. A dr. Máté Gyula a fogorvostudományi karon végzett szakorvos emlékére alapított alapítványi díjat idén a kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közösségi munkája elismeréseként két hallgató kapja. Dr. Máté Gyula díjban részesül dr. Antal Melinda és dr. Bognár Eszter. Köszönjük, dékán úr! Kedves vendégeink! Ünnepségünk hamarosan a végéhez ér. Tisztelettel felkérem dr. Merkeli Béla rektor urat az ünnepség lezárására. Kérem a frissen felavatott hallgatókat, hogy az ünnepséget követően szíveskedjenek az üvegteremhez fáradni az egyetemi vezetőkkel történő pezsgős kocintásra. Az egyetem szenátusa és a magam nevében a felavatott fiatal kollégáknak hivatásuk gyakorlásához még egyszer eredményes munkát és jó egészséget kívánok. Megköszönöm szíves megjelenésüket, és az ünnepi szenátusi ülést bezárom. On behalf of the Senate of the University and on my own, I wish the young colleagues who have been inaugurated once again good luck and good health in the exercise of their profession. I thank you for your kind attendance and close the formal Senate meeting. Im Namen des Senats der Universität und in meinem eigenen Namen wünsche ich den nunmehr mit der Doktorwürde ausgestatteten jungen Kolleginnen und Kollegen zur Ausübung ihres Berufes noch einmal erfolgreiche Arbeit und gute Gesundheit. Ich bedanke mich für Ihr Erscheinen und schließe hiermit unsere Feier. Kérem, énekeljük el együtt a szózatot. Please rise for Hungary's national song, Szózat. Then please put your headphones back on. Wir bitten Sie, sich für das ungarische Nationallied Szózat zu erheben. Danach bitten wir Sie, Ihren Kopfhörer erneut aufzusetzen. Thank you.
kedves frissen végzett fogorvos doktorok! Most pedig eljött a pillanat, hogy avatásunk zárásaként kalapdobással ünnepeljünk. Please throw your hat after my countdown. Bitte werfen Sie Ihren Hut nach dem Countdown. 3, 2, 1, rajt! És figyelmet szeretnék kérni. Kérem önöket, hogy az elnökség kivonulását állva szíveskedjenek megvárni. Hogy megtisztelték részvételünkkel az ünnepségünket. A frissen avatott fogorvos doktorokat kérjük fáradjanak az üvegteremhez egy pezsgős koccintásra az egyetemi vezetőkkel. Kérem önöket, hogy tolmácskészülékeiket a szektor bejáratoknál a hallgatói segítőknek vagy a hostesseknek adják át. Viszontlátásra! Dear guests, thank you for honoring our ceremony with your presence. Newly graduated dentists are requested to proceed to the glass room for a champagne toast with the university leadership. Please return the interpreter headphones at the exits as you leave. Thank you and goodbye. Liebe Gäste, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Jubiläumsfeier. Die frisch promovierten Zahnärzte werden gebeten, sich für einen Sektempfang mit der Universitätsleitung zum Glasraum zu begeben. Weiterhin bitten wir Sie, Ihren elektronischen Sprachübersetzer am Ausgang des Saales abzugeben. Vielen Dank und auf Wiedersehen.